Ez a dokumentum a Bátaszéki Iparos Házad díszítését tanúsítja, hogy ebben a városban jelentős hagyománya van az iparosságnak és a benne dolgozók együttműködésének. Az iparosok, bár a szakmák biztosan átalakultak, az idők során megtartották az elődök jó szokását, és rendszeres napi szinten tartják egymással a kapcsolatot. Az urban legenda szerint minden reggel együtt kávéznek az iparosházban, és innen indul mindenki napi teendői után. Ráadásul, ha az élet úgy kínálja, egymásnak is munkát adnak a szervezet tagjai. Gerencséri János a testület elnöke arra legbüszkébb, hogy történjen bármi, ők mindig egymás segítségére vannak. 130 éve alapult a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete. Hát azt gondolom, hogy igenis, egy rendes, hosszú kor, amit próbálunk még nagyon sokáig továbbvinni, és nagyon sokáig őrizni a hagyományait, amit az ipartestület azért elmondhat mindenhol, hogy azért az összefogás és az egymás segítése, és nem a harag, mert tényleg itt az összefogásról szól az egész, nagyon barátságos a hangulat. Itt minden pénteken összegyűl egész komoly mag, aki eszmecsere, egymás segítsük, miben, hogyan. Végülis minden olyan szakmában, ami társas, nem egyéni szakma, abban mindenkinek a segítsége, vagy épp véleményét kikérdezik, vagy megvitatják, vagy épp szakmai kérdéseket megbeszélnek. A legfontosabb eredménynek azt tartják, hogy az iparos ház olyanná formálódott, amilyennek mindig is szerették volna látni. Van egy hely, ahol otthon érezzük magunkat, mondja Gerencséri János. Majdnem minden évben pályázunk, amíg bírunk meg, amire bírunk meg. Hát főképp csak az eszközök, amikre mi már bírunk, de az előző vezetőség, tehát az iparos házat, amit megépített, neki az volt a büszkeség. Én csak ezt viszem. Az országos elnök mondta, hogy büszkesége az országos ipartestületnek Bátaszék. Hogy amit fel tudott építeni, és amit képviselünk itt Bátaszéken. A kikapcsolódás segítő programok mellett a szervezet az utánpótlás képzésben is kiveszi a részét. Szakmai programokat szervezünk, de az gyerekeknek. Az általános iskolának szervezünk minden évben egy ilyen szakmáznapokat, amit bemutatjuk az itt Bátaszéken jelenlévő szakmákat. Amit a kisdiákok, vagy hát a 6.-8. osztály közöttiek elsajátíthatnak, mind úgy, hogy gyakorlatban látják, hogy működik az a szakma, hogy működik egy varoda, hogy működik egy lakatos üzem, hogy működik egy kozmetika, vagy éppen egy étterem, hogy hogy lehet elsajátítani a szakmát. Az iparos testület meghatározó a város életében, mondja Somosi Szabolcs alpolgármester, aki maga is tagja a körnek. Ez a város egyik értéke, mondja. A régi hagyományokat ápolván azok a vállalkozók, akik vagy saját vállalkozásban, vagy kisebb kapcsolt vállalkozásban tevékenykednek Bátaszéken, a régi történelmi hagyományok alapján újra alapozták a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületét, és gyakorlatilag, mint kiemelt civil szervezet, így a városnak is fontos részei, méghozzá papíron és a valóságban is, hiszen ők olyan pezsgő életet visznek hétköznapjainkba, gyakorlatilag kezdve, hogyha valakit keresel valami problémával, akkor biztos, hogy az iparos kávézóban reggel megtalálod az első kávézás közepette, ahol nagyon sok minden, az új híreket is meg lehet tudni. Természetesen nap mint nap Bátaszéken mi történt, kivel, mikor, de ezen kívül egyébként valóban mindenki elérhető szinte, aki az ipartestületnek a motorját és főgerincét képezi. Egy abszolút politikai nézetektől, vallási és egyéb identitásbeli különbségektől független olyan baráti társaság, mert szerintem mondhatjuk ez a, már is tudom, talán 90-valahány fő vagy hány tagja van a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületének, kezdve az állatorvostól a gázszerelőig. Tehát elég széles spektrumot fog át. Ez azt jelenti, hogy mindenki mindenkivel jó baráti viszonyt ápol, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen kis településen, mint Bátaszék, ez mindennél többet ér. Igazi a szó, nemes értelmében polgári kört működtetnek a bátaszéki vállalkozók. Olyan hagyományt ápolnak, amely mindenki számára csak előnyökkel jár.
család.